hetes. Mindjárt csak tapsolj, megtapsolják az akóma. Csak kérdezem, mert ha már ilyen szépen ülünk a páholyba. Luci, az ott az Imre? Minden héten úgy díszletünk lenne, ilyen sikerünk lenne. Nem nagyon vagy, kicsit messzebb kerültünk. Halló? Tessék? Hello. Mert mi ugye szoktuk egymást tapogatni. Most hogy foglak én téged? Ez hihetetlen, új szemüveget kell mondani. A hajós mögött van a kalinti. Teddy, kicsit hangosabban, mert nem hallunk. Teddy is ott volt. Mit mondasz? A kalinti a hajós mögött? Az hagyján, de a jársó mögött egy H betű lesz végig. De a, én a... Muti meg engem? A Bajor Imrét figyelmetekből, hogy ki van mögötte. Két nagy nevettető. Kabos Gyula. Hoffi. Mögöttem van a Kunce Gábor. De váltik, itt len van valaki. Dávid Ibolya. Nem, Dávid. Ez nem a Dávid Ibolya. Dehogy nem. Tényleg? Így nézett ki. Egy jelent van már. Ilyennek van egy lábacskája, hogy nehezebb. Meg fogjuk ezt szokni lassan. De a Júci nem jó. Júri Gagarin! Jaj! Gagarin! Az a puskás öcsi. Az a puskás öcsi. Ezt meg is szeret, Júcika. És ő kicsoda. Júci, ő ki? Ő ki az a bácsi? A Busbácsi. Busbácsi. Gagarin. Ez mi, Júci? Egy repülőgép? Jó van. A fehérház, fehérház. Jó van. 4-5-ös lesz a szemveged majd. Einstein. Einstein. De miért? És az nem lehet, hogy a Gagarin hasonlít a Busbácsi. Az miért nem lehet, gyerekek? Júci, ez ilyen nincs? Lehet, de egy kicsit nem korai. Nem is emlékeztek a Gagarinra. Csak hát meg kilőtték, ahogy emlékeznek. Az lehet, csak egy nagy puskás kéne és egy kis busz. Jó, jó, átrajzolom neked bármikor. De a puskás az... maradni fog, a busz cserélődni, azt mondom. Még... Az... az mögöttem a Naima János? Nem, az egy neon. Minden, ami érdekes. Politika, botrány, Dunaparti, Dumaparti, bulvár, vegy, kasszár, hegyek. Ez a heti hetes. Heti hetes. Heti hetes. A fekete leves. Heti hetes. Köszönjük szépen! Hölgyeim és uraim, ez a 300. heti hetes. Köszönjük szépen, 300, Istenem, ha én ennyi szer tudnék. Mi munkám van ebbe, Atyaúristen. De meg vagyok hatva, komolyan mondom. Én. Tényleg egész meghatva. Bár így csináltam csak, de igazán meghatva. Persze, abszolút. Hát nyilván majd jönnek, aztán pincérek hoznak egy pár dolgot. Inoan, nekem ez olyan szép, hogy arra gondolok, hogy valaha nézője voltam ennek, és ti már akkor... És akkor hogy örültünk mi ennek? És ti még nem is tudtátok, hogy a világon vagyok, és már az én munkahelyemért dolgoztatok. Hogy ne tudtuk volna, ne vicceljet, akkor már ismert izé voltál. Tudni, amivel te foglalkozol. Hát, ez a... ilyen zenészszerű, vagy ilyen... Hogy ne ismertünk volna?
Egész héten ezen gondolkodtam, hogy hogy értünk meg ilyen magas kort. Tényleg? Nem is karácsonyosztál, csak ezen filóztál? Így is lehet élni. Azért ez egy nagy dolog. Három dolog jutott eszembe, ebből kettőt talán... Azt hittem 300, de nagyon örülök ennek a három. Nem, és rövidek. Kettőt talán műhelytitok, egy talán köztudomású, elmondanám, lehet, hogy nem egyezik a véleményünk, hogy nagyon sok dologról vitatkoztunk a 300 találkozásunk alkalmából, de ha innen kimentünk, akkor soha nem anyáztuk egymást az eltérő vélemények miatt. Ez az egyik dolog. A másik, hogy soha senki nem akart közülünk vezér lenni, vezetni a többit. Inkább az, hogy nem sikerült. De inkább mondd a harmadikat. A harmadik, remélem, hogy nem titok, hogy soha senkit nem biztattunk erőszakra vagy erőszakos megoldása. Ez a műsor kezdetén magától értetődő lett volna, de talán az idei év után ez már nem olyan magától értetődő. Illetve a tavalyi év után. Igen. Akkor még szokatlan. Ebben az emelkedett pillanatban akkor ehhez méltóan hagyj idézzek egy rólam szóló levél. Tessék. Levélből. Kedves Laci, nem akarom elhinni, hogy 100 000 sperma közül te voltál a leggyorsabb. Nagyon szép év elé nézünk, úgy néz ki. Faxon érkezett a következő levél Hajós Andrásnak. A díszlethez méltóan fogom fogadni, megígérem. A feladó dr. Sági Zoltán, a Közlekedési Múzeum főigazgatója. Tisztelt művész úr! Na! Mindig nem rossz, na. Nem rossz, csak hát túlzó, de... A heti hetesből örömmel értesültem, hogy ön és gyermeke is rendszeres látogatója a múzeumnak. Egyetértek önnel, hogy a múzeumban az interaktivitás igen fontos. Az elmúlt évben a vasúti kocsink mellett egy villamost is megnyitottunk a látogatók előtt. Vágyunk, hogy egy Eszterházi hintóval is bővítsük a kínálatot, de ez csak a közeljövőben meghirdetése kerülő örökbefogadási akció biztosíthatja számunkra. Az ön által elrontott kapcsolót azóta természetesen megjavítottuk. És a terepasztalnál már új szolgáltatással, a mozdonyba épített, minikamera által vetített képpel várjuk vendégeinket, így önt és családját is. Köszönöm. A levél eredetiben. Andi, soltátűzhetek valamit? Igen. A Sági Zoli azelőtt a rendőrmúzeumnak volt az igazgatója. Igen. És erről jut eszembe, hogy az ünnepek alatt nem kerestek téged otthon? Nem voltam otthon, ugyanis a következő meg... De ne, akkor végighallgatom, hogy mire akarsz kilukadni végül is egy olyan negyed órán belül. Ez egy úgy szóval tőmondat, kiraboltak egy lótózott a Hajós utcában. Sajnálom. Sajnálom. Nem merek nagyon hozzászólni ezekhez a dolgokhoz, ugyanis engem az élet megbüntetett, de nem akarom húzni az adásidőt, csak azt, hogy itt egy szekérmúzeumra vonatkozó megjegyzéseket tettem, és abban a magyar városban mentem karácsonyozni anyósomékhoz, ahol van egy ilyen szekérmúzeum. A város határában tökéletesen leégett és besült az autónk motorja, és szégyen szemre az egész városon keresztül Lajos bátyám húzott a terepjárójával be, ugye, mert én beszóltam, és mint egy szekér. Úgyhogy én óvatos leszek a jövőben. Gál Völgyi János levele így szól. Én írtam. De neked ja. Szól. Tisztelt művész úr! Nincs annál nagyobb elismerés, mint hogy a nyilvánosság előtt dicsérik meg a múzeumot, mint ahogy ön ezt a Heti Hetes legutóbbi adásában tette. Köszönöm, és egyben sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok a Heti Hetes minden szereplőjének és készítőjének. Tisztelettel dr. Sági Zoltán főigazgató. És boldog új évet kívánok önöknek, Bajor Imre! Gámölgy János! Hernádi Judit! Fini Nóra! Hajós András, Farkasházi Tivadar, azért egyszer menjél el a Parádi Kocsi Múzeumban.
Én a Vasút Történeti Múzeumban is voltam, nagyon sok múzeumban voltam, még hétfőn is elmentem egyszer a közlekedési múzeumba, ahol mindenki rakta. Be van zárva hétfőn. Ezért röhögött az egész város, igen. A karácsonyi vásárlási rohamban kiderült, hogy itthon is megjelentek az elképesztően drága ajándékok. Az egyik francia táskagyártó cégnél 520 ezer és 3 millió 300 ezer forint között lehetett vásárolni. Ugyanott táskaformájú kulcstartót 50 ezerért vettek, de más boltokban kapható volt mobiltelefon 900 ezer és 20 millió forint között. Egy híres üvegterméket forgalmazó világcég polcain egy üveg Mickey egér figura és üvegjeges medve mellett 168 ezer forintért kínáltak egy csillogó üvegmadarat. Hát nem tudom, azért arra gondolok, hogy az egész évben tartó panasz áradat azért nem áll teljes mértékben arányban az évvégi költekezésünkkel, nem? Aminek én egyébként személy szerint nagyon örülök, hogyha emberek ezt megtehetik, hála a jó Istennek. Egy-két esetet azért kivizsgáltatnék, de... De, és de valószínűleg nem azok panaszkodnak, akik így költekeznek. Valószínűleg. Bár lehet, hogy igen. Tudod, mennyien vesznek fel hitelt? De nem ezt mondom. Van már ilyen karácsonyi hitel. Rosszabbul költöttek 4 éve, de hát most egészen szép. Én tudjátok, mit vettem, ami minek? Na, mi? Na. Nem vagy ebben a listában. Bőbei táskát. 100 villamos jegyet. 100 villamos jegyet. Miért nem vettél egy nyugdíjas bérlet? De mert az olcsóbb, úgy értettem. Ebből se jövök már ki. Ez nem lesz a te éved, ami minél. 100 villamos jegyet? Nem tudod? De nem tudjuk. Idén megveszed, jövőre felemelik, és lehet járni vele. Nekünk nálunk gazdagabb volt a karácsony, én vettem a villamos jegyekhez egy kalauzt is. Kerül, amiben kerül, nem érdekel. Most 185 forint, jövőre 230, 200 eladom neked jövőre. De én a karácsonyból nem csinálok üzletet, 2-10. Te is arra nem gondoltál, Teddy, hogy esetleg, hogy ha van neked autód, és nem égették még le, akkor elvinnéd a Mimit, ahova kéri. Mimit elvittem a Lehel piacra, mert imádunk piacozni. Te nem szeretsz. Nem vásárolj. Én rosszul vagyok a piacon. A világ legjobb helye. Mindenki vidám, mindenki ért hozzá. Nem ilyen lökött árufeltöltők vannak, hanem szakemberek. És van egy ember, aki semmi más nem csinál, mint tojást árul. Azt hittem toj. Egy kis szegletbe áll, és előtte van nagyon sok tojás, és így rakosgatta, mint a Rodolfo, itt a piros, hol a piros rakosgatta, és próbáltam szóba elegyedni vele, és mondtam, hogy ez válogatott tojás. És ezzel végig sértettem. Lehet, hogy átcímkézte éppen, és akkor megzavart. Azt, hogy ez nem válogatott, ez egyenesen a tyúktól jön. Mondom, hát hiszen honnan jönne? Nem, de... Tehénből nehéz egyébként. Elmagyarázza, hogy az a válogatott tojás, hogy amik egyformák, tehát méret szerint rakják őket, tehát olyan egyformák, mint két tojás. Aha. De ő nem válogatja, hanem ez egyenesen közvetlenül a tyúkból jön. Rohadjak meg, elmek a leheltére. Kis tyúk, kis tojástól. Igen, és elmagyarázta, hogy a cukrászok annak őnek a nagy a sárgája. Igen. Persze. Egyébként úgy is kell venni a tojást. Előtte fölvered, megnézed, hogy jó a sárgája, és utána hazaviszed. Hát ez nyilván. És azon gondolkodtam, hogy idén egy új fogalommal bővült a szókincsünk vásárlás ügyben, mert eddig híres volt ugye a makói hagyma, meg a vecsési káposzta, és most a török bálint tojás lesz a híres. Visszatérve ezek az összegekkel, tudjátok, hogy a föld felének mennyi a vagyona? Az összvagyona? Lakás, cucc, mindent beleértve? A föld nem. Felének? Igen. Igen, nem? 400 ezer forint. Jaj. Na ez valami ravasz csalás. Az, hogy egész éve panaszkodunk, miközben gyakorlatilag hozzájuk képes, mindjárt milliómosok vagyunk. Hát csak azt tud panaszkodni, aki tudja, igen, hogy miről panaszkodik. Ugye, aki nem tudja, hogy miről panaszkodik, az nem tud panaszkodni. Az csak éli a... Hova mehet ez a beszélgetés? Még innen följe? Hova mehet? Hát, tényleg milliómos. Csodálatos volt, Jutka. Milliómos. Hogy szép volt. Igen, nem csak a milliómos jutott eszembe, hogy megint lesz, legyen ön is milliómos. Mikor lesz? Tessék? Mikor lesz? Hát úgy év elejétől, úgy tulajdonképpen folyamatosan. Hát és mindig. Kap új díszletet? A mi réginket meg, vagy nem?
Azt tudom, hogy az a táska volt, amiben itt említetted, ahol ilyen nagyon drága táskák volt. Az a másik vetélkedő a táska volt. Jaj, hagyjál már. De vagy itt mondták, hogy mennyi egy táska, hogy 520 ezer, meg 3 millió, meg ilyen. Ezeket hát nem akarom mondani a nevét ennek a cégnek, de ott azt néztem ezeket a táskákat, tényleg szépek, de ugyanezt a táskát egy sima bucsúba meg tudnám menni 2005-érhez, és akkor lehet, hogy sokkal nál. Na jó, de akkor lőnöt kell érte. De most már úgy lehet eladni, tehát háromféle kategóriája van az árunak, amit vesznek az emberek. Van az a hívószó, hogy olcsó. És akkor ott az olcsósága okán akarják megszerezni. A minőség az akkor, hogy nem nagyon kérdés. Aztán van a jó minőségű áru, ugye, amikor nem igazán számít az ára, csak a jó minőség, arra törekszünk, a minőségű árut veszed. És már nyilván van egy olyan réteg, amelyik meg arra utazik, meg arra megy, hogy drága legyen. Tehát ami mindenki számára hozzáférhető, az már nem érdekes. Olyan tárgyakkal veszik emberek magukat körül, ami sokak számára elérhetetlen, és valahogy ezzel hangsúlyozzák, hogy ezzel csillogtatják a saját. Ti extra csajok akartok lenni, mert jó minőségűek. Semmi esetre se olcsó. Megvárok majd egy árleszállítást, Nóra. Rendben is van egyébként, mert szerintem az alanyi állampolgári jogon jár valakinek, hogy ha van pénze, és az még nem veszem, és akar. Még nem bukott le, hogy honnan, akkor abban a kis áttételes időben, akkor hadd költs, amire akarja, szerintem csak egyszerűen, ha millió forintosokból összevarrom se lehet egy táskát csinálni. Mi lehet azon 3 millió forint? Most fejdegestettem magam. Ti már vettetek teljesen értelmetlen ajándékot? Csak. Az ajándék csak teljesen értelmetlen. Igen. Nálam ilyen volt a kotongumi. Miért nem húztad a fejedre? Hát ez... Azt ajándékba vetted, vagy kaptad? Annak, hát mint... Azt nem mondod, hogy az volt a fán. Előtte megtöltöttem vízzel, ne aggódj. Én egyszer vettem csillagot. Milyen csillagot? Ja, milyen? Hogy az? Ja, olyan csillagot, igen. Olyan csillagot az égen lehet kapni, csillagot. Ez is mekkora hülyeség. Ugye? Olyan hülyeség. De hát lehoztam az égről. Hát mert szerelmes volt nyilván, nem normális. Egyébként azt hiszem azóta lehullott. Kaptunk egy levelet, valaki azt kérdezte tőlünk, válaszoljuk meg, hogy miért nincs a Holdnak neve. Hát az a neve, hogy Hold. De az köznév is, vagy hogy Luna. Hold, minden bolygónak a naprendszerbe el vannak nevezve a holdjai. Na de a nap is nap, pedig minden sok nap van az égen, nem? De ez egy álságos dolog, biztos a műholdra gondolt. Nem, a Szaturnusz holdjainak, meg a Jupiter holdjainak van különböző neve. De ez a mi holdunk, hát gondolom, a hold. Arról lehet szó, hogy a rohadt kormány valahogy mit tudom. Nem erről van szó? Lehet, nem tudom. Mondjon le, és akkor kérdezik. Magyar holdra magyar neve. Egyébként kérdés, hogy a hold magyar-e? Mert hát hiszen itt van az égen. És pont fölöttünk. Mert a Mars az például magyar? Az gyerekkoromban sokat gondolkodtam, hogy a Balatonparton ülök, és pont odasüt a hold, ahol én ülök. Nem értettem sokáig. Fantasztik. És azóta is megy utána. És átmentem. Nevetni fogsz. Te rögtön mindent értettél? Átmentem Földvárra, és kérdeztem a szüleimet, hogy most mi van ugyanitt a hold, amikor a szárszom. Te is tényleg emiatt átmentél Földvárra? Na, de mindent értettem, téged nem értelem, tehát nem, hogy mindent értettem gyerekkorban. De az milyen jó pofa, hogy Ausztráliában, amikor átmész egyáltalán a másik féltekére, akkor nem D betű formába dagad a hold, hanem C betű formába dagad. Bizony, ezen a hát Teddy gondolkozott Földvár felé félúton soha. Én 13 éves koromban nagyon sokáig álltam a hídon. Igen? Mert és a fényképedet néztem, mint Horváth Jenő dalába, és úgy néztek is rám az emberek, hogy nem akarok-e valami visszafordíthatatlan csinálni, de én csak döbbenten álltam, hogy én hogy hihettem 13 évig, hogy a Ferdinánd híd alatt a Duna folyik. Én végesten végig azt hittem. Pedig az alatt a... Zakatolt is azok sinek. A sinek, azok mennek alatta. De miért? Ezt miért hittettél? Mert hülye. És egyébként... Voltam, ugye? Bocsáss meg, Mandi, csak megkérdezem is. Arra nem gondoltál, hogy a hídról lenézel? Sokáig nem. Hogy látod a vonatokat? Nem, hogy... mert a 76-os trolli nem ezzel volt. Jó, folyik a vonat. Vagy ha kocsival vittek, nekem ez nem tűnt fel. Hogy nem, de azt látod, hogy arra vonatok, erre vonatok. Nyilván akkor így folyik a Duna. Ezek nagyon... Most ha... a sok rohadt vonat, csak úgy szállgódott. Most ha azt mondod, hogy az Izabella utcában horgáztál, végem van azért ezek. Ez
ezek nagyon érdekes kérdések. Tőled kitelik. Megint lesz legyen ön is milliómos. Mind Orbán, mind Gyurcsány Ausztriában töltötte az ünnepek egy részét. Ezzel ütött eszedbe, lesz megint legyen. Ezek titokban összejárnak. Erre komolyan mondom. Mi? Nem így gondoltunk rá. Mi látom is. Látom is, hogy egy ilyen hüttébe ülnek a siléczek le, és Anton Ausztirol, na ezt mondom, mulatoznak. Egy okkal több, hogy mi itthon töltöttük, nem? Igen. Mi lenne, az egész éve ott maradnának? De legalább egy dologban látszik, hogy közös és egy. Azt hallottam, hogy ahogy átértek a határon, az osztrák rendőrök a bulgot műveleti területén nyilvánították. Képzelem, hogy a balról a piros pályán jön a Gyurcsány, tudom. És akkor lehetne eladni nézőjegyeket, hogy itt látható a magyar miniszterelnök, amint bukik, de napjában 50 szor. Ha találkoztak, akkor az Orbán meg úgy meséli el, hogy képzeljék, azt hazudta nekem a Gyurcsány, hogy jó napot kívánok. Vagy azt, hogy boldog új évet kívánok, Viktor. Mert most... De az is lehet, hogy a feleségek szomorúan ülnek, és ezek hol vannak már megint? Hát az egyik megmászta az egyik csúcsot, erre a másik meg akarja neki mutatni, az már hol leugrott lávaszörfözni, és... Nem leugrott, lelökte a másik. Én arra gondoltam, hogy lehet, hogy odakint akarta legyőzni, mert Napóleon is mindig külföldön háborúzott. Otthon soha. Jó, ez rendben van. Mi itt el vagyunk, ők meg ott kint háborúzzanak. Nem? Azt szerintem hó. A Szabó István elmesélt egy nagyon érdekes történetet, de nem jól figyeltem. Félig tudom csak elmondani. Hát most félig? Tényleg csak a poént hagyod ki belőle? Félig vagy időben? Nem tudom pontosan idézni, elmondta, hogy mikor volt az osztrák elnökválasztás, akkor a Benita Ferrero-Waldner és a Heinz Fischer... Tényleg, gondolj rájuk, hát mennyien ülnek itt. Egy hangot nem ért senki. Leméltem otthon 30 másodperc a történetet. Tessék. Legyen. Igen, mert lesz belőle 8 perc, és engem vádolnak. Vigyázz be erre, bacsizált. Hát ezt ennyire kínozzuk. De csináltál már olyan? Tessék, óra indul, tessék. Érdekel valami. Tessék. Hogy mit? Hogy? A Benita Ferrero-Waldnernek azt mondta, egy nagyon jó dumájú hölgy, ő volt fölényben, a Heinz Fischer csak üldögélt csöndbe, és azt kérdezte... Gyerünk neki, Teddy, gyerünk neki, 15 másodperc! Gyerünk neki! Jó leszel, be fogsz futni, Teddy, mondjad! Belejátszik. Köszönjük szépen, eddig tartunk, köszönjük! És most lett égeket a kézeim, pontok. De úgy néz ki, hogy vesztettél egy R-hosszal. Farkasházi Tivadar műsorát, hallották meg? És azt mondta neki a riporter, hogy nem lesz ön a kancellár lakája, és akkor megszólalt hosszú idő után először a Heinz Fischer, hogy uram, a hölgy Ausztria külügyminisztere, és lehetséges, hogy Ausztria elnöke. Kikérem magamnak, hogy ezzel a hölgyel így beszéljen. És másnap megválasztották a Fischert. Csak szétdumáltál, miről van menjük szó? Menjük át még egyszer ezt tenni. Most cél, most összefogunk és megcsináljuk 19 alatt. Meg nem, tudjuk csinálni, baj, csak hinni kell. Rossz egy év úgy indul, hogy butának érzem magam. De én ezt most nem értem. Szerintem merjünk nagyot ásítani. A riporter szitta az ellenfelét a párbajukban, és a Heinz Fischer megvédte. Ki állt mellette? Ki állt mellett, és megválasztották a Heinz Fischert, akinek kevesebb esélye lett volna. Hát, kultúrországokban ezt tudják. Igen, ezért járnak oda veszekedni a mieink is. Szerintem ott érdelnek a hóba, és az egyik azt mondja, hülye jéggel, nem ér, mondta. Bocsánat, ha náluk tartunk, én kaptam ilyet, és kíváncsi, kibonthatok, ez megbeszéletlenül van. Mi is? Az van ráírva, hogy a Magyar Köztársaság miniszterelnöke. És gondoltam, hogy itt élőadásba kinyitjuk, hogy meglátjuk, hogy mi van benne. Az van rá, Hajós András RTL Klub, és valamit küldtek. Meg érdekel valakit? Megnézzük, hogy mi van benne. Mi is de csak azért, mert ez a dolog, ez pont illik ehhez az úriemberséghez szerintem, ha jól sejtem, hogy mi lesz benne. Az van benne, hogy kellemes karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kíván a Magyar Köztársaság miniszterelnöke Gyurcsány Ferenc. Akkor... De ez csak valami véletlen lehetett, biztos nem látta a Hír TV-t. Én erről
Megnézheted, én erről azt gondolom, hogy független attól, hogy mit gondolok róla, vagy mit gondol ő rólam, hogy köszönöm szépen, és jó munkát, és boldog új évet kívánok ő. Kígyóztak a sorok az okmányirodákban, mert tömegével költöztek az emberek az óév utolsó napjaiban. Minél többen laknak ugyanis egy lakásban, annál nagyobb az esély, hogy a család magasabb gázártámogatásra lesz jogosult. Ugyanakkor sok lakótelepi közös képviselő a lemondás gondolatával foglalkozik, mert nem tudja kiszámítani, ki mennyi támogatást fog kapni. Hát ez egy őrület, ami most már. Most képzeld el, Júci, én most a hajóstól kérdezek valamit. Jó. Most próbáld kiszámítani, ha a feleséged 0,8 férj, és a gyereked az 0,7 feleség, hogy akkor hány jogkont kell bejelentened, ha 400 ezer forint az összjövedelmed? Én? Hogy kapjál 40 ezer... Szarráfagyok inkább, de hozzá nem jön senki. Hogy kapjál 40 ezer forint támogatást úgy, hogy a gázolád az előző feleséged nevén van. Ez megy teljesen hát, tudom, szokványos. Ez megy. Most látod, Júci nénit? Hogy ez kiszámítsa? Már nem... Igen, nem baj, életem. Tehát, hogy ez kiszámítsa? Én nem számít. Tudom, de hát azért akkor is. Nem tudom, én ezt nem értem. Nem. Jó, hogy nagyon nehéz megélni, de hát most át fogják verni akkor az államot. Az állam... De azért milyen hihetetlen most aktív lett így az ország az állam, év végére? Most az állam átverte őket, vagy mi? Miért kell ilyen csúnyán viselkedni? De azt mondják, hogy van olyan is, hogy a gázórákat az emberek nem figyeltek oda, és akkor nem iratták át, attól még fizették persze a számlát, vagy más néven jött ki, de nem iratták át. Most meg muszáj átiratni, meg egyáltalán. De egyébként ez az adminisztrációs ügyek, ezek olyan tragikusak. Ez de tényleg. Borzasztóak. Értem. És hát jó. Nem kell. Akkor, amikor volt a családi pótlék, emlékeztek, volt egy időszak, amikor nem járt a családi pótlék, és akkor lehetett igényelni. Nekünk is ugye BT van, KFT, mert minden nagyon sokunknak így vagyunk ebben az országban, hogy igényelhettem volna, papíron igényelhettem volna, de nem igényeltem, mert én tudom, hogy nem járna az nekem, és azt mondta, hogy én voltam az egyetlen, sokkal többet kereső emberek igényeltem. Ez nagyon fájdalmas dolog, és azt gondolom, hogy amíg ezek az adminisztrációs ügyeskedések, meg ügyek vannak, meg egyáltalán nem lehet tisztán kezelni azt, hogy kinek mi a jövedelme, meg amikor emlékszem, hogy a bíróságon így megkérdezték, hogy mennyi a havi keresetem, és azt mondtam, nem tudom megmondani, azt tudom megmondani, hogy mennyiből élek. De papíron van ennyi, egyébként a KFT az meg ugye hát elvben nem az én jövedelmem, meg nem úgy működik, ez hihetetlen. Olyan zavarok vannak itt, hogy az valami őrület. Azt mondtam, én nem tudom, azt tudom megmondani, hogy mennyiből élek. Csak az a baj ezzel a gázár, meg a hideg, hogy a hideg az nagyon rossz tanácsadó. Szóval én mondanám most azt így első hozzáállásból, hogy de kérjük az embereket, hogy ne csaljanak, de egyébként meg ha valaki fázni fog, az annyira szar, hogy akkor most tényleg az viccen kívül. Tehát erre nem lehet már az embereket arra kérni, hogy úgy legyenek tisztességesek, nem. Amit nem tudják kifizetni, hogy fagyjanak meg. Hát az nem, az nagyon nehéz. Egy szerb falu lakossága kétfelé szakadt, és a két tábor nem hajlandó beszélni egymással, ami csak azért különös, mert a település mindössze két idős néni. Ruzsica Markovics és Ljubica Paunovics talán lakja. A viszony még 2003-ban mérgesedett el, amikor Markovics néni csúnyán szólt Paunovics néni egyik tehenéhez, amit az utóbbi véletlenül meghallott. De mi? A tehén! Kár, ezen is hiszem, hogy szegény tehén. Én elképzeltem ezt a jelenetet. Vajon ki játsza? Hát a két öreg asszony. Azaz. Gyerekek, nehogy bemondjátok, hogy a tehén Hernádi Judit, mert azért kikérem magamnak. Nem, Markovics néni Hernádi Judit. Jobban vagyok most. A tehén Al Pacino, tessék. De az én tehenem lehet. Ja, Csáli a tőgyöd. Vagy a... Ehhez nem szólok nem, hozzá. Nem, hogy a mivel sértette meg a telnet. Na, Mokuska, várj egy picit. Igen. Ide figyelj, Jubica! Ez neked szól. Hogy beszélsz te a tehénhez? Úgyse hallja, Ruzsica. Hát mi ne hallaná, Jubica, nem süket? Legfeljebb nem érti. Akkor mi a baj, Ruzsica? Az, hogy te idegen gyűlölő vagy. Én csak téged gyűlöllek, pedig te nem vagy idegen. Akkor meg
idegen szívű vagy. Én idegen szívű? Ljubica Paunovics nével Szerbiában? Biztosan szerbesítetted. Te sem voltál mindig Ruzsica Markovics. Emlékszem, amikor még Markó Rózának hívtak. Cibiszész, amikor láttam, hogy átjársz a magyarokhoz kajakozni. Neked a tehened is magyar. Tarka. Na és? Magyar Tarka. Jó van, na. Hogyan fejtetted ezt meg? Ő mondta, amikor megfejtem. Ja. Te beszélgetsz a tehenemmel. Mivel, hogy veled nem lehet. Ja. Elvégre csak ketten élünk ebben a faluban. Na, már csak te, mert én elköltözöm. Hogy ahová? Kiszakadok belőled. Az én házam, az én falum. De akkor kit fogsz gyűlölni? Magamat. KX70 egyébként ezt írta az interneten, addig nincs baj, amíg az egyik néni nem keveredik hazugságba, és a másik nem kezd békés tüntetést. Igen, mert ha a teheneket ráhúzzák az asztóriára, ott nagyon nagy baj. Tarcízió? Tarcízió Bertone bíboros, vatikáni államtitkár egy önálló vatikáni futballklub létrehozását javasolta 16. Benedek pápának. A bíboros tervei szerint a foci csapat hamarosan az olasz A divízióban a híres Calcióban szerepel majd. Elnézést, nem értek a virágokhoz. Zsorzsi ezt írta, ha a Szaúd-Arábiában rosszul játszik valaki, raportra küldik az uralkodóhoz, nem szeretnék a vatikáni gárda tagja lenni. De az mindjárt sportszerűbb lenne a játék, nem? Lerúgsz valakit, rögtön meg lehet gyónni. Ott a pályán. De akkor a kemény maga acélfeszülete veli egymást. Én a dísztribűnön a pápa gól örömét szeretném látni. Hát nyilván ott kell lenni. A legaranyosabb, emlékeztek a Pertinire, amikor? Fantasztikus volt. 80-valahány éves olasz köztársasági elnök, amikor Olaszország világbajnok lett, és ott ugrált a diszpályba, fantasztikus volt. Édes volt, édes. 100 éves bácsi. Így van. Pedig. Egyébként egy nagy magyar siker született. Brazíliában tornát nyert a magyar cigány válogatott, bár a televízióban úgy mondták be, hogy magyar kisebbségi válogatott. És 91 nemzetközi meccset játszottak eddig, és 89-et megnyertek. Egy döntetlen, egy vereség. És Brazíliában nyertek tornát. Nem lehet, hogy félreértetted, és a brazilok nyerték meg? Pelikán József ezt írta még a Hírhez, hogy ha a vatikáni csapat ellenfelének egyik játékosába villám csapna, az viszmajor lenne, vagy pedig szabálytalan szurkolás? Na, akkor van egy farkasházi történetem, a fiam a... Na végre, hogy van egy. A kisebbik fiam a vízügybe sakkozik. A vízügybe? Úgy érted, hogy a... Csasszínűvel... Úgy értettek... Hogy ne lenne? Kiállnak a Széchenyibe, a gőzbe, beül és ott sakkozik. A vízügy csapatával sakkozik, és bemutatták az ellenfelet, hogy ki melyik táblán játszik. Uh-huh. És mondták az ellenfelét, hogy Farkasházi, és mondta, hogy ő a Farkasházi, az ellenfelét mutassák be, és mondta a Bi, hogy ő is Farkasházi. Ne hülyéskedj! Oda küldted az unokahúgodat? Elálljon! Két Farkasházi sakkozott egymásra. De jó, és nem győzött a Farkasházi. És nem volt rokon? Nem. Nem? Én szerintem itt erről kéne írni egy könyvet. Farkasházi krúl! Melkisebbítő műtétre vállalkozik. Miért rám nézel? Én teljesen meg vagyok elégedve magammal. És mi is? Igen? Isten őriz, hogy véletlenül küldj egy ilyen SMS-t, hogy kisebbítés miatt. Bajon, ezt kérte karácsonyra, de nem kaptam. Melkisebbítő műtétre vállalkozik. Jelen a Dokic szerb teniszező. Ez ilyen szerb műsor lesz végig? Igen. Szerb teniszező, mert keblei zavarják a játékban. Egyébként. Nem, csak vizuális típus vagyok. Hát, vicces, hát képzeld el Szerbánál, így akarja ütni, ez meg így pofán csapja. Hát, urzasztó nehéz. Arra mondják ott, hogy szerva itt, csecse ott.
Erre sose gondoltam egyébként, hogy a szervát azért hívják így, mert a szerva közben mozog a szerve. A 23 ültetés. Szerva átültetés. A 23 éves sportolót, de szép kor az, a 23 éves sportolót, a 23 éves sportolót a 2002-ben elért világranglista negyedik helyéről Mellei. Mi? Mellei mára a... Nem tudok koncentrálni. Bocs, ne haragudjatok. Csak a melleg van a... Beszélj a Legyen is milliómosról. A Legyen is milliómos címmel egyrészt majd újraindul. De olyan dolog lenne egyszer, Laci, képzeld egyszer véletlen otthon elolvasnád. De ne, én ezt most el tudom olvasni normálisan, csak olvasd, megjelent előttem egy 23 éves sportos testalkatú, rohadt nagy mellekkel rendelkező lány. De már nem az. Már nem. Ki is gyúlhat a lábad között a lámpa, Laci? Nem, ez ilyen folyadékérzékelő. A 23... Hú, de gusztustalan vagy már megint. Milyen folyadékérzékelő? Te meg ne prűtködjél, ilyen... mert a jágsó felé felöltöztél, felé meg nem. Mert vannak tapasztalataim, innen jobb, ha védve vagyok, tőled meg úgyse számítasz. Na úgy értem, hogy te nem leszel olyan... Na adjuk ezt, mert még a végén. Na tehát a 23 éves sportolót... Azt hittem felolvasod. Lehúzták a mellejét, 560. A 23 éves. Na igen, az annyit jelent, hogy 4 évvel ezelőtt virágranglista negyedik helyről, Mellei már a 587. helyre húzták le. Azt mondja, 4 évvel ezelőtt kezdett el nőni a melle. Nem, 4 évvel ezelőtt. Olyan nagyon. Nem, akkor kezdte húzni. Nem, akkor támaszkodik. Kezdett rá. Minden esetre eddig mellbedobással lehetett győzni, most meg majd mellkidobással lehetett. Apropó győzni. A lény, apropó győzni. Agyad. Várj egy picit. Én ezért nem leszek teniszező. Én most már tudom, hogy ezért nem lettem. Tényleg ez az egy oka? Nem. Én megmondom, hogy mi az oka. Na. De tényleg van. Én egyáltalán ilyen kisebb típusú labdákkal egyáltalán nem akarok játszani. Komolyan mondom, akkor számolj le. Azt mondja, hogy golfozni szeretne, az jó nagy. Érző emberek valahogy. Menjél el, azt röbbizzél. Hát, adjál azt már békét. Azt akartam mondani, hogy... Már veszünk egy strandlabdát neked. Ahogy te Szilva mondta, ezt tudom nyújtani. Nem. Azért, mert ez a mániám egyébként tényleg egy fóbiám, hogy nekem ilyen nagy szemem van, ami egy kicsit így kidomborodik. És félek, hogy belefér a lapdó, hogy eltűnt a szemem. Akkor kinyomódik. És ezért nem. De és az a kosárlabda az egész fejedet viszi, az nem szabad soha? Arra gondoltam, hogy az nem. Gyerekek, ha ilyen oldott a hangulat, akkor engedjétek meg, hogy az összes nőnek, akivel életemben találkoztam, bevallom, hogy a televíziós karrierem reményébe volt ez a pénisz kisebbítő műtét. Tényleg? Nekem nem is kellett hozzá a műtét. Sikeres is vagy! De Laci, te nyilatkoztál a János kedvencéről, a kiszeltündéről. Mi az, hogy nyilat? Mi az, hogy... Ez nem csörög, mint a legyen ön... Apropó! Legyen ön is milliómos, folytatódik. Igen? Nem csak nyilatkoztam, szerepeltem a klipjében. Igen, és azt mondtad, hogy neki is megvan a maga sajátos szerepe a magyar médiában, de ezt nem fejtetted ki. Hát nem akartam megsérteni. Nem úgy értem, hogy... Értem. Ja, hogy ez... Milyen klip? Hogy micsoda hát, hogy klip? Mi benne voltál a klipjében? Én is megakadtam, hogy milyen klipje van. Hát szép. Éne. De mind zené? Benne leszek a tündébe. Most reklám következik, és utána folytatjuk a beszélgetést. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy visszajöttek. Apropó, visszatér a képernyőre a Legyen ön is milliómos. Holnap
lesz az első adása, és hát aztán ugye rendszeresen. Ez melyik műsor, Laci? A Legyen Ön is milliómos. De ez a, az, amit a Vágó Pista. A Vágó Pista. Melyik csatornán lesz látható, László? Ez az RTL-en lesz látható. Nyugodtan kérdezzetek, nehezebbet is. És ez a heti hetes hanyadik? 300. igen. Akkor én is kérdezzek valamit. És téged hogy hívnak? Apropó. Ez az 50 forintos kérdés volt. Erre mint egy tovább válasz. Tovább Gyuci. A fővárosi közgyűlés leváltotta Abba Botondot a BKV éléről. Istenem! Utódja a... De nem, adja! Ez úgy ki volt, fölhívott engem, amikor meghallotta. Utódja a valamennyi párt által támogatott Antal Attila lett, aki korábban a Nógrád Volánt irányította. De ez valamit nagyon tud, tehát ilyenre a büdös életben nem volt példa, hogy valakit valamennyi párt támogatott volna. Ez mit tudhat ez a palé? Valószínűleg csak nem ismerte. De nem arról van szó, hogy ő támogatta valamennyi párt, hanem valamennyi párt abban értett egyet, hogy az Abba Botondot leváltják. Én nem azt olvastam, hogy nem, őt... de utódja valamennyi párt által igen? támogatott. De nem lehet, Antal... hogy Antalimének olvasták is? Mondták is, hogy abba kéne hagyni Botond. Mondták neki. Ja, tényleg igazad van. De lehet, hogy a két névül eszembe jutott valami, utáljátok, de most nincs itt az alföldi, lehet megfejtés, hogy mi volt a megfejtés. Múlt héten olvastam, hogy a 80-as évek közepéig nagyon olcsók voltak a Bizományiban az Abba Novák és az Anna Margit festmények. Pedig milyen jók. És miért? Mert A-val kezdődik? Igen, és névsorban licitáltak, uh-huh. és még nem melegedtek be a vevők. Én ismerek olyan festőművészt, most Párizsban él, akit amíg Magyarországon élt, addig Tóth Franyónak hívtak, és amikor ilyen csoportos kiállítások voltak, a katalógusban is ugye A betűtől kezdődik. És amire a T betűhöz jutottak, ma senkit nem emlékezték meg a neveket, és ő kitalálta ma a neve A Tóth Franyó. Két A-val az elején, így aztán senki nem előzi meg, és a leges-legelső minden sorban. De miért nem előzi meg két A-val? Két A-val van az elején. Érted? És az a legjobb. A dadogósoknak. A Tóthot kérem. Egyébként ő írt a... Azt mondja, de azt már nem adom. Mit írt ő? Az utazó alkoholisták kézikönyvét. Ez hol lehet utazó alkoholisták. Képzeld el, zseniális. De zseniális, ugyanis 12 nyelven benne vannak azok a kifejezések, ami, hát amikor nem tudom, milyen állapotban? Tehát amikor a macska jaj, meg a... De miért? Kérek egy vödröt? Igen. Hát ilyenek. Mondj még. Én olyankor nyelveken beszélek. Nekem nincs problémám olyankor. De nagyon helyes könyv. És alkotott egy 13. nyelvet, a tantrikus suldávot. Tudom, én most beszélek zanzibárul. De ez nagyon helyes könyv. Na mindegy, ez nem volt jó poént, csak... De! Nem, nem, hogy nem. Nem. A könyv nagyon jó. Igen, tőled ez a... végül is vagy szóval... De miért zanzibárul beszélsz? Ne haragudj, a szám beszélt, de majd a szám jóvá teszi. Tőled nem ezt vártam. Hát bocsánat, hogy azt mondom. Őletes erotikus adás. Nem tudom, miért kell engem bántani, hülye bunkók. Kifejtenéd ezt bőven? Ezzel aztán ezt most komolyan mondom, miért bántott ezzel? Ez olyan, olyan hogy a szél. Szája... Nem na, azzal, na, nem azzal a szájával, nem. Volt más is, mert... Akkor meg kell tudni bocsátani. Kérem, én elhatárolódok magamtól. Valahogy meleg lett itt. Eddig fáztam. Vegyél le valamit. Vedd le a másik felét. Engem akkor hívjatok, mikor az 500. adásban jön a Nóri. Hogy akkor mi lesz? De tényleg, Nóri, az én állatok nem volt egy gazdag karácsony. Jövőre megkapja a másik felét. Hát az igaz, ha jól viselkedik. De Svéd Sándő nevű operaénekes volt, és együtt volt egy nővel, és akkor adott neki egy pár halisnyából egyet. És mondtam, majd legközelebb megkapja a másik felét.
És közben énekelt. Svédül. Az a legszebb karácsony, mikor nem is az érték, hanem hogy tényleg egy ilyen félújú pulóver is. Ha szeretettel van adva, akkor... Mi például, mi 9-en voltunk testvérek, és azt hiszem talán 4 pár lábunk volt. Mindig az ment ki az utcára, aki... Nekem 7 éves koromig nem volt szájam, de a szeretet... De Nóri, hogy mondtad a macskaja, hát képzeld el, hogy milyen, hogy egy reggel fölébred, vagy ilyen macskajai után, hogy milyen nehéz, mert az egyikbe belebújsz, és a másikat meg nem találod soha a büdös élet. És órákig lehet. Fordítva veszi föl? Észre se veszi. Istenem. Na de hát a Juciról is ejthetünk egy pár szót ide. Nem tudja eldönteni, hogy most átlátszik, vagy csillog, vagy nem. Nem, a Jucinak van. Kapusznia is van. Kapusznia is van. Jobb lenne fölvennéd a parókádra. De van kapusznia, mert... Jaj, de édes. Rögtön tudsz gyászolni is, ez nagyon praktikus. Érdekes, senki nem mondta, hogy a Szűz Mária. Nem úgy értettem, hanem rosszul látják ezt az egész képet. Nekem a pálmai kolostor jutott az eszem a Zsárd Filippel. Ott van nekem a pálmai titokzatos, sonka. Ilyen titokzatos hölgyek abban voltak. Mm. Nekem a Rottenbüll utca 7 alatti kupleráj. Annak a kérdése csak, hogy ki hogy nevelkedett. Na, most én megmondom őszintén, ez engem nem sér. Nem úgy, mert én sem úgy mondtam. Nem, engem soha életemben. Ez engem abszolút nem sért. Ez egy szép dolog, végül is nem baj ez. Nem úgy ért, de nem úgy értettem, Juci, hanem a... Nem is vettem úgy. Ő vette úgy. Juci, most azon veszekedtek, hogy rajta... Nem? Nem, rajtad egyáltalán. Juci, ők nem kurvák, csak szolgalmasak. Mit mondtál? Bocsánat, Teri, ők nem kurvák, csak szolgalmasak. Igen, ezt is lehet gondolni. Ez olyan fura, hogy te távolsod, mire idejére a hang már semmi értelme. Hogy a túlóban van? Tényleg nem lehet hallani, de... A 2006-os év befejeztével az 1 millió Ratkó gyerek utolsó csoportja is kikerül a hirdetők által fontosnak tartott 18-49-es korosztályú célcsoportból. Erre várjanak gombot. Hát igen, erre várjuk a helyes válaszokat. És akinek ez nem sikerül, vegye részt, hogy legyen ön is milliómos című. Gyógyszeriparnak jó lesz. Kikerülnek a Ratkók, bekerülnek a Protkók. Újévi manapságok. Köszi. De az miért érdekes ez de a hír? De egyébként tényleg érdekes. Nem érdekes, mert téged ez nem érdekes. Én például ilyen utolsó Ratkó gyerek vagy. Te nem Hernádi, te Ratkó gyerek? Ratkó Judit. Ratkóból még az utolsó, a 56-os vagyok. De komolyan, nekem is pár napon van, hogy célcsoport legyen, vagy nem, miért? Hogy pont, hogy kimenné már, hogy téged már ne akarjanak célszemélyre. Akkor már nézőnek se leszel de... jó. Nem, mi? Már annak se leszel jó. Nagyon finoman fogalmazottam. 18-49. Igen. Azt számít. 18-49? Hát azt akkor... akkor... Azt mondják, hogy ezt kifogják így, egy kicsit ez így most majd tágulni. Hát a nem, jóléti társadalmakban már úgy van. Ez szűkülni fog. A jóléti társadalmakban már van ilyen senior marketing, direkt az idősödő korosztálynak, reklámok, termékek, mert hogy szépen lehet... Igen, tudnék az idősödő... Izé, fölpattintja a kis izét. Nem. Van ilyen protkó ragasztó. Nem, hát az lenne a jó. Fölmarad neki, hogy a... Szerintem itt is az a cél, nem, hogy 50 fölött is legyenek olyan évtizedek, amikor még az ember szépen, jól, tartalmasan tud élni. Persze, mert nem az egzisztencia. Vizelési problémád van, pelenka minden. Az nektek van. Nektek van. Ugyan már, ugyan. Hát én csak reklámokban láttam, hogy befisáltok állandóan. Álljon meg a menet! Vagy ha nem, akkor lábgomba van, de valami... És mi van az alkonyi napfényével?
Örülök, ha kitalálok. Ja, amikor nem áll a cerka, arra gondolsz, ugye? Lehet, hogy anyukával, lemenő napra is lehet. Napja. Csak úgy izél a kisfiú napban, mellé pisilla izének. Juci, ha még egyszer utánozol, megöllek, azért elítszeljél már. Vannak dolgok. Azért olyan szép jövő vár ránk, össze-vissza. Milyen jövő? Hát, ha kijutunk. Én gyerekek rájöttem a megoldásra. Nem ezeknek kell hinni. Én elérem a nyugdíjkorhatárt. De hogy élnéd meg? Én úgy berugok, hogy a TB fog támogatni. Ez az én tervem. Komolyan? Onnantól engem nem érdekel semmi. Oda szarok, úgy azok, amerre járok. Nekem reklámozhatnak. Hát, ha észreveszed, az egy nagy dolog lesz. A debreceni orvosi rendelőket működtető cég a parkolóórákhoz hasonló vízidíj automaták üzembeállítását tervezi. Ez nagyon rossz vége lesz Magyarországon. De ez hogy csak akkor nyílik ki az ajtó, mint a pipsóba, ha bedobsz, vagy? Az lesz, hogy szerencsétlen... Én megmondom őszintén, én ezt nem tartom olyan hülyeségnek, mert akkor, amikor az orvos majd kap pénzt, az pontosan tudja, hogy az nem a vízidíj. Igen, tehát... És ha ezt is... És ez, hát borítékba betenni 300 forintot, az... Azért nem hülyeség, mert egy csomó adminisztrációt megkimész vele. Kérdez, nem fogadj el a 100 forintosodat, mert ez az automata. Mész a urológiára, és nem veszi be. Sajnos nyugdíjas embereket fogunk látni, akin először csak egy rózsaszín cetli van, aztán lebilincselik szegényeket, és elviszik egy telepre. Hát lehet venni. Egy új párizsi trend szerint nem kell feltétlenül veszekedve, gyűlölködve, botrányok közepette válni. A francia fővárosban egy erre specializálódott iroda vidámválási banketteket szervez. A szertartás szerint az elvált felek pezsgővel kocintanak, miközben a rokonok és ismerősök konfettit szórnak rájuk. A szerpentinnel és virággal feldíszített helyen megtartott ünnepségen az esküvői torta mintájára válási tortát szeletel fel az elvált férj és feleség. Ugye, ekkora késsel teszem hozzá. Igen. Tudod, majd akkor most jön az elvált asszony ruha, meg az elvált asszony csokor. És akkor lesz nász éjszaka, a helyett a válás éjszaka. Elmennek egy mással. Gyász éjszaka. És a nászót helyett. A vagyont pedig úgy osztják el, hogy egy nagy tánc keretében mindenki kiveszi a lahorból, amit annak idején beledobott. Jó. De... Mi van, ha olyan jó a buli, hogy még egy körre kedvet kapnak? Nem tudom. Újra én kezdik. Őszintén szóval én nekem annyiból tetszik, hogy én szerintem olyan jó dolog is szépen elválni. Neked is tetszik, abszolút. Én tudtam szépen válni eddig. Én is. A következőt gondoltam. Az hogy... nem létezik. De hogy itt van ez a két helyes lány, és... És itt ülnek, hétről hétre általában egy van, 6 szörnyű férfival, hogy most összefoghatnak, hogy állítsanak össze közülünk egy ideális férjet. Tehát 5 tulajdonságot mondtam majd nekik. Majd a te pofázat tenni. 5 tulajdonságot mondtam nekik, hogy legyen művelt, jóképű, bohém, kiegyensúlyozott és abstinens. Gyakorlatilag 3-nak megfelelek. Nóri, te szerinted akkor milyen az ideális férj? Én mind a 4-nek megfelelek. Én meg ma férjhez megyek. Bohém, mint a bajor. Édes vagy, igen. Kiegyensúlyozott, mint a gálvölgyi. Igen. Ki lesz a művelt, erre kíváncsi. Abstinens, mint a jáksó. Jaj, hogy a többit is így értetted? Izgulsz? Előtte mindig. Jó képű, mint hát a hajós. Tudtam. Ezt csak én nem értem. De add már oda a szemmeged a Nórinak. Művelt, mint a farkasházi. Nem cseréljük el? Most kérjük meg a Jucit, hogy milyen az ideális férj. Életem, hogyha muszáj ezt belőletek összeállítani, és én mindannyiótokból, akkor következőképpen lehet, hogy nekem is ugye bohém, mert felírt, hogy milyen, ugye bohém, az a gálfölgyi. Bohém? Igen!
Én ismerlek téged. Bizony. Képzeld ezt. Kiegyensúlyozott, mint a jákszó. Most találja ki az egész. Abstinens. Jaj, a többit is így értettem. Kinevetett, kinevetett. Tudnék, a Júci abszintensnek olvastam. De nem hozza ki a helyzetbe, mint a hajós. Na, tessék, mi van még? Jóképű. Na, na, eljött az én időm. Már is ment. Ja. Mondjuk, mint a szivadar. Igen, nem nevettem egyébként én sem. És művelt, mint az Imi. És így van. És ha hiszitek, ha nem, ez az öt tulajdonság mindannyiotokban benne van. Elnyugvan. Csak azt nem értem, a vállóperen van békítés, ugye? Van. Igen. Akkor az esküvőn miért nincs összeveszítés? Tehát. Van. Van. Az enyém. De ugye előtte. Megmondta a feleségem. Gondolják meg. Megmondta a feleségem, hogy nem akart a tévébe szerepelni, de ezt akkor is muszáj elmesélnem, hogy van az a rész az esküvő előtt, amikor szerinted már el kéne indulni. És... Mert hogy annak van egy fix pontja, hogy te mikor akarsz megházasodni, és ahhoz képest még a másik személy az még azon dolgozik, hogy tökéletesen máshogy nézzen ki más színű hajjal, mint ahogy te megismerted és megszeretted. És visszajön valahonnan egy nő, aki így meg van csinálva, és mond neki, csókolom. Ki az? Úgyhogy van ez. Van ez az összeveszítés, plusz még az, hogy az apám egész reggel azt károgta, hogy gyerekek, ismerlek titeket, tudom, milyenek vagytok, a személyigazolványt, azt vigyél, apa, nem vagyunk hülyék, most fogunk összeházasodni az anyakönyvvezetőnél. Akkor a személyigazol... Igen. Gyűrűtök volt? Össze lehet veszni. Volt gyűrű. Tényleg? Uh-huh. De hát ezt ki nem van a kezemben azóta is. Tőlem kérdezte az anyakönyvvezető, hogy milyen beszédet mondja, mondtam, rövidet. Én többször utaltam. Hát nyilván nem akartál annyit delázni, hát az nyilván. Tehát kíváncsi vagy a szóvilágjaira? Igen. Mindig arról szól, hogy az élet egy hajó. Mindig. Az élet egy hajós? De én azt írtam alá, hogy nem, csak voltam más esküvőkön. Igen, olyan fura volt, hogy valaki fogja viselni a nevemet, hát úgy megmondtam, hogy azt írtam a Gálvölgyi Jánosnak. Úgyhogy mi ketten házasodtunk össze. Én meséltem nektek, hogy mindenkinek azt mondtam, hogy gratulálok, és a tizediknél vettem észre, hogy azt kell mondani, hogy köszönöm szépen. Hát esküvőn mindig gratulálsz, nem? Teljesen hülye tud lenni. Igen. És néztek el, mint a hülyére. Hát, de hát hiszen te nősültél. Az ember teljesen hülye lesz akkor, tényleg. Én zavaromban valaki zavaromban. Mi? Meg is húztad, te nyomorú? Semmi, csak valaki annyira, egy távoli rokon annyira zavarba volt, hogy ott rögtön a terembe, ahogy puszikat adtak, adott egy borítékot. Most mit csinálsz egy borítékkal, amikor állok? Megszámolod. Nem. Jött valaki tovább, és elfelejtkeztem róla, és akkor kiderült, hogy azt én valakinek odaadtam azt a borítékot. És jött vissza, hogy hát lehet, hogy ez tőled, mert a Géza bácsiék az van ráírva, de az nekem olyan rokonom nincs, és különben az én esküvőm van. De csoda, ha valamiért tényleg elvállalnám ezt a procedúrát, akkor ezek a borítékok. Imre szereti a borítékokat. Nem nyer, képzeld el. Hölgyeim és uraim, most pedig mint egy saját magunkat és önöket is ünneplendő, betolunk egy hatalmas, 300-as számot formázó tortát. Köszönjük.
Oh, my.